Szabad! Pálinkás, jó reggelt, tekintetes uram! Nézze, barátom, én antialkoholista vagyok, nekem a kívánjon kakaós jó reggelt, vagy akar, akkor félbarna jó reggelt szűrve habbal. Igenis. Ide olvasom, én szeretném magától megbízható felvilágosítást kapni. Ez a 10 pengő a magáé, hogyha őszintén felel. Tessén csak hallatni! Milyen volt a tavalyi termés? Hát, mellig jó módi hozott volna az élet, csak hogy ramatyú elbánt vélünk az aszály. Kicsoda? Az aszály. Ramatyú? Igen. Háromszor is voltunk prosecióban, hogy megcsuranyék az úristen dunyája, mert hogy ugye a réteg odasültek, az életből kipörgött a szem, aztán ölékposzártá hozott a pityóka is. Mit csinált a pityóka? Hát mondom, én stárom, csak éppen, hogy tessék, lássék. No. Mondja, maga nem akarja megkeresni ezt a 10 pengőt? Ma hogy menkülbe nem akarná? Hát ó, beszélj vele magyarul, ne pityókázol, te meg úgy a szájom vágom, hogy kiesik a szobából. Azt a pöszmét is jó reggelit kegyennek. Hogy megy a birtok? Ja, így megy instálom, nem, így megy instálom Haránt, a bácsi majortú a minyecskés dombik után, Hitfaluknál sederedik, a paskol szélén a zsombíkon át. Sederedik? Sederedik. Olyan, mit csináltam én most magával? Betesz egy szappanyozni. Ugye, hogy tud maga magyarul, ez felelet, ez igen. De én nem adok magának 10 pengőt. Na, sederedjen ki, mégpedig Haránt.